A szél úgy tűnik nem Gárdony felé fújta a bogarakat, hiszen a vártnál jóval kevesebben jöttek el a jubileumi találkozóra. Aki azonban rászánta magát és útnak indult, azt a megszokott kísérő programokkal várták a szervezők. Szabó József családjával Gödöllőről érkezett. Én nekem régebb már volt bogaram, de a feleségem mindig azt mondta, hogy hideg, zörög, lassú, minden ami rossz, mert van rossz oldala is. De viszont van egy olyan feeling, egy olyan érzése, hogy egy kempingezés, egy sátrazás, egy lelassult élet. És ebben a rohanó világban egy picit talán ez úgy visszateszi az embert egy normál kerékvágásba. A példa ragadós, hiszen már a fiai legalább olyan lelkesen járnak a bogár találkozókra, mint ő maga. Ez azért jó, mert szoktunk nagyon sokat pürödni, és mindenki összebarátkozik mindenkivel. A szervezők lelkesedését nem csökkenti sem a rossz idő, sem a résztvevők száma. Mint mondják, a Gárdonyi volt az első bogár találkozó hazánkban, és bár az elmúlt 2 évtizedben sok fesztivál és program között válogathatnak a Volkswagen rajongók, azért sokan visszatérnek ide, hiszen bogarasnak lenni egy életérzés. Én úgy érzem, hogy akár jöttek újabb bogártulajdonosok, akár maradtak a régi bogártulajdonosok, vagy már nem bogártulajdonosok, de akkor annó, amikor mi ezt elkezdtük, még azok voltak. Egyetlen nagyon fontos, ez a Gömbölyi Ded forma iránti szeretetet, ezt nem lehet abból kiirtani, aki egyszer megszerette. A találkozón voltak korhűen felújított és még csinosítás előtt álló bogarak is, mint Cili, aki már elmúlt 40 éves és Egerből hozta el a találkozóra újdonsült tulajdonosa. Konkrétan bogaras 20 éve vagyok, akkor volt az első bogaram, és most januárban szereztem ezt a másodikat, és most próbálom rendbe rakni. Igyekszem legalábbis rendbe rakni. Még a múlt héten darabokban volt a motorja. Héten pakoltuk össze, úgyhogy nagyon fogcsikorgatva jöttem végig az autópályán, hogy kibírja idáig. Szinte mindegyik autó rákerült azokra az alkotásokra, amiket a bogarasok ott jártunkkor készítettek a meghirdetett rajzversenyre. Megtartották emellett a hagyományos tó körüli felvonulást, a résztvevők által hozott relikviákkal felelevenítették a legrégebbi találkozókat, sőt, műsorunk idejére már a nagy öregek és a lelkes fiatal veteránok összecsapásán is túl vannak. Program marad még vasárnapra is a Sportbeachen, a jubileumi találkozót pedig szokás szerint egy bogaras híradóban örökítik meg a szervezők.